Csácsó Micsőtészt a sziasztok gyerekek, üdv a csatornán, képen jelentkezik következő Farming Simulator 19, 1 milliárd euró kihívásos videó sorozat következő részével, mivel megint egy ilyen nyugis, kis filózgatós, érdekes kis gameplayre hívlak meg benneteket. Bepokoltam egyébként gameplayen kívül a tojásokat, ugye a, vagyis nem a tojásokat, hanem a raklapokat a tyúkoknak, hogy tudjanak tojni, mivel valószínűleg úgy kell pörgetnünk a mai részbe, de először annyit csinálok, hogy rájöttem, hogy maradt egy kis búza, itt a kombányban, úgyhogy azt be tudom önteni abba a tyúkolba, amelyikben ugye ilyen nagyon kevés van, és akkor nem halnak éjjel, meg igazából azok is tudnak tojni, ugye ez lenne a lényeg az egésznek. Többen dicsértétek, hogy megvettem ezt a Combine, viszont a GCB-met leszóltátok, gyerekek. Többen leszóltátok a GCB-t, hogy miért az vettem meg, mert volt egy elszólásom is, hogy ha már erős traktor, akkor a GCB, hát igazából nem az erejébe rejlik ugye a haszna a GCB-nek, hanem igazából az, hogy gyors. És nagyon sokan írtátok, hogy miért nem veszek akkor már egy erős traktort. Hát azért nem veszek erős traktort, mert igazából nekem gyors traktor kell. Várjátok, melyik olba? Várjátok, megnézem melyik olba, jó? Melyik olba van kevés? Ebben van kevés, gyerekek. Hely megjelölése, és akkor vigyük el. Ja, az utolsó előttiben volt. Abban nem nagyon jutott. Aztán így legalább azért azok is kapnak. Egy kis kaját. GCB nekem azért jó, mert jó. Azért jó, mert nekem egy gyors traktor kell. Igazából egy ilyen... Figyeljetek, megvan ugye a 2 kilovec, amelyik más nagyon nem fog csinálni, mint vetni. Ugye? Igazából mi más csinálna? Valószínűleg, hogy tényleg semmi mást. Kellene nekem egy olyan traktor, hogy gyors, nagyon gyorsan tudom mozgatni a területen, és van első és hátsó csatolópontja. Tudom, hogy egyébként nagyon sok traktornak ugye ezt meg tudnám oldani, de nekem az is fontos, hogy gyorsan kiérjek oda, ahova éppen akarok. Annyit kellene csinálni, csinálok egy visszaállítást, meg ráadásul még csinálok a permetegzőkön visszaállítást, mert közben kipróbáltam ám, srácok, tudom úgy csinálni, hogy ugye kettő külön eszköz, csak hol a másik permetező? Várjátok, ugorjunk bele ebbe. Nem tudom, hol a másik permetező. Ez valami olyan helyen legyen, ahol vissza tudnám ugratni. Hol a másik? Itt a másik permetező. Egy kicsit odébb viszem azt, akkor talán jobban meglátja a keeper. Igen, nem valószínűleg, hogy lehet, hogy volt benne anyag, ugye, azt bukta a keeper, de most fontosabb dolgunk van. Gyerekek, megkapom a lecseszést, mindenért érzem. Ja, a GCB nekem azért jó, mert jó, mert gyors tényleg, az nekem fontos. Meg az első átsó csatoló az jó dolog. Valószínűleg egyébként a dupla kerekeket lehet, hogy leveszem róla. Meg csinálni fogunk egy akkora, olyan érdekes dolgot, a prancba másik oldalon. Egy olyan érdekes dolgot, hogy azért valószínűleg megint ki fogok kapni. Kíváncsian várom, hogy mit fogtok rá reagálni. El fogunk adni földeket, ugye, vannak azok a fűves földek, azok eléggé ilyen megosztó jellegűek. Valaki azt írta, hogy hát azokat megvehettem volna, és akkor a csirkéket rátelepíthettem volna, és akkor összeszánthattam volna ezt, meg nagyon vegyes felvágott a komment szekció. Várjatok, egy kicsit a keeper. Várjál. És a másikat is rakjuk le, aztán akkor ide eladjuk ezeket. Kellene nekem permetező. És a 24 méterest kell megvennünk, mert akkor ugye tudnom használni egyszerre kettőt. Mármint a permetezőt is, meg a műtrágya szórót is, meg ugye meg fogjátok látni. Egyébként tudom, hogy ugye megint nem fogunk gazdagodni ezeket, nem azért adom el, hanem hogy ne legyenek szanaszét, nem kellenek, érted? És akkor fogunk menni, legyet, hogy meghagyom a dupla kereket egyébként. Mi? Motorkerékpárok van olyan is? Jaj. Nem is, ez miért vannak külön néha? Néha olyan hagyfasz van itt, hogy az őrület. Növényvédelem, és ezt néztem, ezt a megát, ami 24 méteres, látjátok? Ami szerintem jó lenne, a 24 méteres meg a... Igen, ugye tudom, hogy ennél nagyobb is van, viszont ugye egyszerre, hogyha ezt használom, akkor tudom egyszerre csinálni a
műtrágyázást, és tudom egyszerre csinálni gyomírtó, 2400, 2000 liter. Jó. Egyszerre tudom ugye a gyomírtást is csinálni, és nekem igazából az a lényeg, hogy egy ilyen nagyon optimális gazdaságot hozzak létre itt, a tyúkoknál. És valahogy úgy kellene, azon gondolkozok, hogy ezt rakom az elejére, mert ugye a műtrágya szóró, az ha hátul szór, az lesz jó. Szerintem ezt kellene az elejére raknom. Jaj, de miért innen járok mindennek alá? Ez miért van ez, gyerekek? Mert hülye vagyok, ugye? Biztos gondoljátok, de nem tudom, hogy mi az a mániám, hogy mindig innen járok alá. Oké. Okay. Nagyon jó, hogy egy dinamikus... Én nekem nagyon fontos, hogyha gyors egy gép. Ugye ő róla az SLS véve gyakorlatilag a permetező és a műtrágya szóró. És konkrétan ezzel fog élni, ezzel fog kelni. Egyáltalán nem, soha nem lesz levéve róla, emiatt gondoltam azt, hogy legyen egy GCB, rohadt gyorsan kiérek a földre, ha kell. Ugye tegnap annyi volt, hogy kipróbáltam, hogy milyen gyorsan megy, milyen gyorsan tudja húzni a hamstert, nem tudja húzni gyorsan a hamstert, mindenképp ugye más járművel fogjuk húzatni a hamstert, de ezt figyeljetek, ez 65-tel végig tud repegetni itt, gyakorlatilag nem, szinte bele se lassul a földön, jó, lemegy 60, 59, 57, jó, belassul valami mennyire, de ennek még a közelében sincsenek ugye a nagyobb gépek. Úgyhogy én ebbe gondolkozom, és megtöltjük mindjárt. Így. Megtöltjük akkor az egyik műtrágya szórót is. És akkor meg fogjuk ezt próbálni, hogy ez hogy fog működni, gyerekek. Bele is pörgetek az időben, mert várjátok, gondolkozzunk. Kell pörgetni? Nem kell semmit csinálnom? Nem kell semmit csinálnom. Időpörgetés mehet, srácok. Oké, okay. De valószínű, hogy reggelig. És Sanyika elkezdett társni. Mert miért nem? Műtrágya is. Jó, reggelig pörgetünk. Valószínűleg nem fog beérni, de nem szeretem, hogyha ilyen, ilyen sötétbe kell dolgoznom. Addig kivegyek szépen a földre. Valószínűleg, hogy ezek az eszközök ezek ugye még jó állapotban vannak. A conditionja jó szor ennek, bazza. Na várjál. Ennyire szar a conditionja ennek, de miért? Nekem ezt nem javítottam? Én meg úgy emlékeztem, megjavítottam, de akkor ezek szerint nem. Az a baj viszont, hogy ezt nem fogom tudni így javítani. De, jó. Javítás. Sanyi meg úgy ás, mint az őrültek gyerekek, mint hogyha muszáj lenne. Na, akkor ezt megpróbáljuk, srácok, hogy ez hogy fog működni, nyomunk egy kinyitást, és megindítom mindenképpen. Sőt, nem is azt csinálom, hogy megindítom, hanem ugye... A legelejét ugye lehúzom én, jó srácok? Akkor ez így legyen, opa, opa. B, G, G, B. Nem B, B. Oké. Okay. Aj ne, elakadt ott a vége. Ne! Oké, okay. Jó. Úgyné, ezt akkor csináljuk meg Frankon. Ezt a felét. És akkor utána majd megindítok. Az a lényeg, hogy mind a kettő 24 méteres. Ami varó jó, mivel ugye pontosan ugyanott fog szórni a műtrágyázó, mint ahol csinálja a permetező. És ez tényleg tökéletes, mivel akkor ugye nem kell azon vacilálni, hogy jaj, most az elhagyja, most az nem hagyja el, úgyhogy ez tök jó, hogy mind a kettő egyforma. És hogyha lenne még egy ilyen GCB, akkor ugye konkrétan meg tudnám azt csinálni, hogy egyszerre mind a kettővel megindítom, két végét a földnek, és akkor konkrétan minden, olyan, mintha négy traktor menne, ugye? Négy traktor menne. Szerintem ez egy jó megoldás, én úgy gondolom. Úgy tudom, hogy vannak ennél szélesebbek is, csak akkor ugye kell még egy traktor, még egy folyamat kell. Szóval így úgy gondolom, hogy ez a legoptimálisabb. Ez nem egy olyan horribilisen nagy föld. Nagyobb földeken majd valószínű több permetező van, még máshogy kell megoldani ezt a keepernek. De én úgy gondolom, hogy ezen a földön ez egy nagyon jó megoldás. Tényleg, én tényleg azt érzem, hogy ez nem lesz rossz. Amúgy, ami még el fog menni a háztól, az a krasz.
nem tetszett senkinek, vagyis nagyon kevés embernek tetszett. Nekem egyébként bejött, nem volt vele semmi bajom, de írtatok valamit, ami igazából tök igaz, hogy a Kraz... Várjátok? Oké. Okay. Hogy a Kraszt azt ki tudom váltani egy darab dollival, és az mindenképpen jobb lesz nekem. Na várjatok, annyit kellene, hogy... Mindjárt indítom, és akkor megpróbálok mindjárt egy olyat csinálni, hogy nyomok egy H betűt. Az a baj viszont, hogy ugye a... Aha, és így, tök jó. És látod? Egyszerre csinálja mind a kettőt. Csak kell egy ifa nekem, egy mű... Mert még ráadásul most nagyon gyorsan fog fogyni. Úgyhogy az ifára kell földobnom nekem műtrágyát, és az utána kell majd mennem, mert attól, attól félek egyébként, vagyis most az jutott eszembe, hogy nehogy az történjen, hogy amikor a műtrágya kifogy, akkor tovább menjen a permetezővel, mert az nekem nem lenne jó buli. Nézzük meg. Hát ott. Le van, és a gyomírtás is pontosan ugyanott megy, látod? Konkrétan hibátlanul működik. Hibátlanul működik ez a kettő, annyira kell figyelnünk, hogy 52%-a van a műtrágya, és úgy, szóval utána kell menni majd az ifával. Sőt, a gyomírtó is lehet, hogy ki fog fogyni. Ugye az lenne jó, hogyha kettő darab lenne ilyen traktorból. Arra még kíváncsi vagyok, hogy fog fordulni a föld végén. Úgyhogy most azt egy kicsit így megnézzük, annyit szerintem szálljunk rá erre. Ugye tényleg ki kellene tapasztalni egy ilyen nagyon perfekt működést így ezen a földön, mint aratás szempontjából, mint vetés szempontjából, mint pedig... Azt sem tudod, melyik az elejemnek a traktornak, te Jézus Mária. Mit csinál ő most egyébként? Ja, bazza, az eleje. Úristen. Nem tudtam, mi történik, gyerekek. Na, kíváncsi vagyok, el fogja indítani mind a kettőt szépen, ügyesen? Úgy elindította. Ó, nagyon jó, gyerekek, nagyon jó. Csinál mindent, figyelitek? Oké, nagyon szuper, akkor ezzel majd utána fogunk menni. Kár, hogy egyébként közben nem tudom beleönteni a magot. Mármint, hogy így megyek utána is, érted, mire gondolok? Vagy a műtrágyát, érted, mire gondolok? Hogy nem tudok utána tölteni közbe. Mondjuk arra gondolok, hogy most így mindjárt elé vágok. És akkor nem kellene megállnia. Erre kíváncsi vagyok, erre kíváncsi vagyok. Nyomunk egy jellet, kiugrunk. Fogjuk ezt a magos valamit. Ó, dehogy nem. Egyik érdekes. De jó, ez tök jó, ezt nem is tudtam, hogy ez úgy működik. Jó, mert ugye akkor így nem kell leállni a konkrétan. Tök frankó, tetszik, ez tök jó. Csak egyébként megint el fog fogyni a műtrágyánk. Na, viszont, most meg fogtok orrolni rám, én már előre látom, de el fogunk adni dolgokat. Földeket el akarok adni. Eladom ezt a földet, 37 ezer. Ez nem volt több, ez csak 37 ezer volt. Amikor meg kell venni, akkor mindig többnek tűnik. Eladjuk ezt a földet, 65 ezer. Eladjuk ezt a földet, 89 ezer. Bukni nem buktunk rajta semmit, úgyhogy azt leszögezem, nehogy az legyen, hogy miért vetted meg, úgyis buktál rajta. Igazából ugye egyszer learadtuk meg, egyszer elvetettük, nagyon nem buktunk rajta. És akkor most van nekem 369 ezrem. És még abba gondolkodtam, hogy el kellene adnom egyébként a Kraszt. Sőt, nézzük át, hogy mi van nekünk. Igen, van ő. Ő helyette lehet, hogy kellene valamit venni. Kellene ugye még egy fast track. Én nekem ezt így tetszik. Gyakorlatilag megyünk majd tovább, gyerekek, máshol máshogy fogjuk kiépíteni, hogy ugye változatos legyen a dolog. Itt szerintem így egyelőre ez elég. Itt átnézem, hogy mik vannak nekünk, srácok. Hát konkrétan más szerintem nem kellene adni. A Kraszt megtartjuk egyelőre, jó? És kacok. Mert úgy látom, hogy azért még szükség van rá. Amit kellene vennünk, ugye leginkább vannak örülnék, hogyha tudtunk volna venni egy kombájt, amit nem sajnos nem tudunk venni. Bár valószínű, hogy fogunk tudni venni, mert közben meg a tojások ott vannak.
Ugye, ha tudnék venni egy kombányt, akkor kettő kombájnnal tudnék aratni. Ha tudnék venni egy vetőt utána, akkor kettő vetővel tudnánk mevetni. És akkor konkrétan egy tök hibátlan lenne, úgy gondolom, az egész. Hát ezzel a prazzal nem nagyon van senki kibékülve, egyelőre marad. Valószínű cserés lesz, lehet, hogy egy dollit. Látok? Rá is jöttünk, hogy lenne. Igazából jó lenne még egy traktor, egy nagyon erős, ami ugye tudná húzni a hamstert, meg akkor tudna húzni igazából minden dollival. Nem? Egy jó erős traktor kellene. Azt esetleg javasoljatok, hogy melyik legyen az, és akkor azt úgy tervezem. És akkor a cross az kiesne, és dollival akkor megoldható lenne ugye több, ez a kettő darab. Igazából a cross, Ferike jól megfogalmazta, hogy a crosszal az másra csinálok, csak ide-oda állok, itt forgolódok. Jó, a tojást elviszem vele, de hát azt el tudod, akár egy dollival érted, meg tudod oldani bármilyen traktorral. Csak azért kéne még egy traktor, mert ugye, hívva az a gyerekek, van egy ötletem, itt tizenit kellene csinálni, itt el kellene, amíg permetezünk, meg műtrágyázunk, addig a szalmát vigyük már, azt eljöjjük el ezt a kotlát, nem gyerekek? Figyeljetek, ebben nem tud ömlesztve szalma lenni, mert mondjuk igazából semmi értelme nem benne, mert a másik az nagyobb, ugye? Akkor az nem tudja elhúzni azt, mint így szalmás, mert akkor lehet, hogy gyorsabban tudnánk, meg kéne próbálni vele gyerekek, valamire használjuk már. És akkor ugye kellene még egy GCB, meg még egy ilyen permetező, még egy kombány, meg még egy vető. És akkor igazából itt ki is fújna. Jó, 41%-on, ma megpróbáljuk ezt elhúzni, nem tudom, hogy mennyire gyorsan fog sikerülni, de hát hadd menjen. Lehet, hogy abszolút nem fogja ezt húzni, nem tudom, majd mindjárt kiderül. Na, van egy csomó szalma, és akkor el kellene adni ezt a tárolót. Nem nagyon van szükségünk rá. Menjen a háztól. Nem tudom, hogy mennyibe megy a szalma, de igazából tök mindegy, mert időt nem nagyon fogok tudni pörgetni. Szalma, jó szar, 102. De hát mindegy. Ó, úgy látom, hogy ez fogja húzni, mint az őrült. Ó, jó lesz ez, gyerekek. Hát azért nem úgy, mint az őrült, de azért próbálja úgy, mint az őrült. Csak az a gond, hogy ezzel aszfaltról nem kéne lemenni. Úristen, mekkora ez a hamster, gyerekek. Jó, nem olyan rossz ez. 35. Szerintem gyorsabban fogjuk húzni, mint mással húznak. Jó, amíg megtörténik a műtrágyázás, addig simán megleszünk. Ugye fordul egyet még, akkor megtöltöm. Az a baj, gyerekek, tudjátok, mi a nagy baj? Az, hogy megint nincsen műtrágya, most megint nem lesz elég, úgyhogy el kell mennem az ifával valószínűleg. Most látszok, itt találjak ám be. Jó. Meg is, jó is volt. Ó, tökéletes. Hát adjuk a szalmát, ez teljesen felesleges, most egy... Ugye, hogyha főleg nem itt lesz a marháknak a tartása, hanem itt a csirkéket fogjuk megvenni. Egyébként ne gondoljatok olyan túl hosszú időtartamra, mármint így a csirkéket konkrétan egy rész alatt meg tudod venni az összeset, mert nagyon sok pénzt keresünk. És ugye 65 ezer egy csirke, ahol 650 ezeret összekapsz egy-két rész alatt. Szóval megvan a géppark, utána megvesszük egyből a csirkéket, aztán ott tovább is állunk. Egyébként valaki javasolta azt, hogy legyenek season-ök, mármint így a sorozatban, és ez lehet, hogy lesz. Csak az a baj, most minden egyet át kell nevezgetnem akkor. Gyerekek, ilyeneket találtak ki. De egyébként nem lenne rossz ez a season dolog. Ez nem, nagyon nem jó helyen áll az ifate. De figyeljetek, nem is olyan rossz helyen az ifa, mert csinálhatnám azt, hogy beállok elé, és akkor úgy töltöm meg, és utána meg odébb járok, nem? Az se lenne egy utolsó dolog, figyeld. De ugye akkor nem áll meg a munkás addig, az lenne benne jó. Kilencezer bejött a betakarításba, jó, az ifával odébb állunk.
El kell mennem mindenki... Jó, az meg mit keres a földön? El kellene mennem műtrágyáért, mert vannak bajok. Jó, az meg megy tovább. Srácok, kettő ilyen géppel tök jól működnénk. Az a baj, hogy a kapacitása nem a legmegfelelőbb. Kár, hogy nem lehet nagyobbat. 24 méteres, függesztett, teljesen függesztett műtrágya szórót, ha valaki tud, amelyiknek nagyobb a kapacitása, az linkelje már be, légy, vagy használt, vagy akármi jó, hogy akkor le tudjam ez váltani. Az a lényeg, nagyobb kapacitása legyen, 24 méteres legyen pont. Nem jó, hogyha nem ugyanakkora, mert akkor ugye valószínűleg, hogy bele is fog keveredni a gép. Hoppa, ott meg már van egy íze is, van egy műtrágya, meg mindjárt veszünk ám még egyet. Aztán akkor nem lesz itt semmi baj. Szilárd műtrágya. Hát kettő darab nekem most egyelőre elég. Gyorsan földobjuk. Meg elrendezzük ezt a tartályt is. 258 liter van benne, szóval nem olyan. Várjátok, ez hány kiló? 229. Érdekes, hogy ez a víznél könnyebb a gyomírtó. Na ugye akkor pont annyinak kell lenni a hány liter. Oké, srácok, mehetünk vissza. 18%-on van. Gyorsan megtöltöm, ugye nem tudtam az előbb maxra tölteni, csak nem is tudom mennyi. Itt egy mag, ezt vigyük már, bazzak. Itt árválkodik egy mag. Egyébként azt észrevettétek ti, vagy nem tudom, hogy valaki, bárki így tapasztalta-e, hogy konkrétan a farming szimulátorok, nem tudom, hogy mi okból, de hogyha alacsonyabb beállításra állítom, én nem tudom, hogy mitől van ez nekem, de ez komolyan. Ha valaki tudja, mondja már meg, ha alacsony beállításra rakom, akár a legalacsonyabbra, úgy akad, hogy játszhatatlan. Ha a legmaximumabbra rakom, ott fut legjobban. Ez why? És ezt meg tudom mutatni videóban, ha akarjátok, nem kamuzok, meg nem hülyéskedek. Halljátok, a legne nagyobb felbontás, vagy legnagyobb beállításon fut legjobban. És a legszarabbból fut legrosszabbul. És ezt tudom, hogy abszurd, meg azt mondjátok, hogy hülye vagy keeper, várjátok, az egeremnek valami van alatt, azt hittem. Valami tizét itt. Lehet, hogy hallottátok is, hogy itt rastogott az egerem alatt. Na. Még maradt is benne egy kicsit. Egyébként volt egy srác, az írta kommentbe, pontosan nem tudom neved, nem arra, hogy olyan névmemóriám vagy az őrület. Ő, júj, várjatok, sorskártyát kellene húzni, mert nem húzott a keeper, azt ki fogok kapni. Meg azt sem tudom, mennyi időt eltelt. Szeretem egyébként újabban ezeket a részeket ilyen random időbe felvenni, tehát így nem, előre nem tervezve. Na, sorskártyát. Betesség pusztít az állatok közt, 10%-uk elpusztult. Na, hát ez marha jó. Viszont ezt úgy oldjuk meg, srácok, hogy ne kelljen levonnom meg. Mármint ugye most meg tudnám azt csinálni, hogy kitörlök belőlük minden egyes olból, 10 olból. 10%-uk az azért jelenti 50 darabot. És ugye utána újra veszem, de ugye mivel 75, mennyibe kerül egy? Mindjárt megnézzük, mennyibe kerül egy, jó? Aztán akkor levonok annyi pénzt tőlem, már mint ne, gondolom, értitek, hogy mire gondolok, most nehogy az legyen, hogy ez hogy itt 1,50 és azt hiszem a szállítási költség, már itt, itt van kakasom, nem? Nincs kakasom? Amelyikben volt kakas. Lehet, hogy ebben, a hátrébb lévőben volt kakasom. Aztán akkor mindjárt úgyis ki is akartam dobni. Kakas, hol van? Nincs kakasom ezekben, vagy mi a szar? Nem látok itt kakast, bazza. Lepörgettem. Nem, mi az? Ezekben... Úgy emlékszem, hogy volt kokos. Hogy melyikben volt kokos?
Érdekes. Na mindegy. Na, az a lényeg, hogy akkor 75-be kerül, és 5000 csirkének, ugye 10%-a 500 csirke, tehát 100 csirke az kerül 7500-ba, és annak ugye az ötszöröse, az 7x5 35, 5x5 25, az... jó, kis, jó sok lóvé, gyerekek. Most ez komoly? Várja, 100 csirke az 7500, ugye? Igen. 35. Jó, akkor az 37500-at kell levonnom, annyi elpusztult konkrétan. Hát de jó, de jó. Érdemes hordanom a cuccot be. Baze. 37500, remélem, hogy jól számoltam. De szerintem jól számoltam. Ha úgy nem számoltam volna, hogy annyira szoktunk venni, ugye 500 csirket körülbelül. De lehet, hogy egy kicsit túllőttem a célon. Nem. Ó, de nagyon-nagyon jó. Hát komolyan mondom, gyerekeket, hát nem hiszem el, hallod. De azért ennyi. Itt majd le kell húzni, mert nézzétek, rosszul fordult a csávó. Egyébként rá is nézhetnék, hogy mégis mennyire jó, csinálja jól, jó? Mindjárt pillanat ránézek a térképre. Egyébként tök jól csinálja, ugye ezt ki kell kapcsolnom, mert itt akkor nem jó normálisan. Jó, tök jól csinálja. Itt van egy kis hiba. Még, mit akartam megnézni? Ugye itt ki tudod kapcsolni a gyomot, és így akkor meg tudod nézni, mind a kettőt tök jól csinálja. Annyi, hogy megnézem, ezt miért nem akarta itt elmenni. Ez valószínű egyébként emiatt az object miatt, csak ugye keeper, vagy megbeszéltük, srácok, hogy ugye nem tör a keeper objectet. Nagyon fölöslegesen. Ezt a fát kivágom, hogy nehogy valami itt elakadja meg. Idegesítenek mindig ezek a fák. De viszont legalább kipróbáltuk, hogy tök jól működik ez a permetező. Ennél jobban nem nagyon működött a másik. Itt meg Micsi, hova mi? Jaj! Ez hova megy? Figyeld! Várjál már, more! Álljál meg! Várjál! Akkor ezt kivágom előtte, itt te. És ez hova jössz, tesó? Most oké, értelek. Nagyon rendes vagy, hogy itt te. Most mit csinál? És te erre rohadt kíváncsi vagyok. Ha mit permetezel itt öreg apád? Szömít azt. Figyelj! Jaj! Csanyi! Mit csináltál? Most ez köllött neked? Ne! Most meg itt ez... Ah, te fiú vagy. Ez most dicsértem meg! Halljátok, gyerekek! És most meg... Bazza, izé jó. Ó, te fiú! Ó, te fiú! Hát most dicsértem meg ezt a huligánt, érted? Ezt mi történt? Bele megúsztatta ide Csizimit. De hogy lement, érted? Egész végig mondtam, hogy jaj, de jó, jaj, de ügyesek. Minden szuper, erre meg... De mit kellett neked itt kijönned ennyire? Hát nincsen neked lelki világod, komolyan mondom. Ó, te fiú, komolyan mondom, hát ez már tényleg egy röhely. Ilyen gyerekek, csak bele vagyok keveredve én is abba. Fogy a gyomírtó, fogy a műtrágya. Egyébként a műtrágya az bőven elég. Egy ugyanilyen 24 méteres cucc kellene nekem, gyerekek, és akkor meg lenne oldva itt a keleti kérdés. És hogyha valaki tud 24 méteres műtrágya szórót, amelyik nagyobb, akkor azt megköszönném. Egyébként ugye átírhatnám a kapacitását a izébe a config file-ba, de hát most annak meg úgy mi értelme, érted, nem? Jó, mert fusson a gép. Hozunk egy kis műtrágyát belé. Műtrágya 40% gyomír. Ja, a gyomírtó van most meg már ide. Elfogyóva. Rosszul gondoltam. Azt hittem, hogy a gyomírtó elég lesz. És a gyomírtó is pont nem elég. Hát ez meg nagyon őrület. Ennek nem örülünk. De mindegy, mert meg tudjuk tölteni itt. Nem nagyon... De várja, nem volt maxon a gyomírta, ugye? Jól emlékszem? Jól emlékszem. Hát ezzel megint nem megy el bucsukba, de mondjuk 20-valahány százalék elképzelhető, hogy elég lesz. Ja, egyébként esélyes, hogy elég lenne, ha csak maxra lett volna töltve, de azt hiszem, hogy nem lett maxra töltve.
De, maxra lett törve. Ja, de viszont kettő gépbe gondolkozunk, úgyhogy a kettő géppel meg már tök jó lesz. Oké, srácok, bocsánat, hogy itten tökölök, csak közben... Ezt nem tudom, most meg egyébként annyira nem vagyok az a pörgős típus helyzetű. Remélem annyira nem probléma. Ugye visszaérünk, addig talán kitart a műtrágya. Meg a gyomírta, ugye. Hát ennek a krasznak a fordulóköre, én egyébként nekem leginkább ezért nem tetszik. Ez egy borzalom, ami, hogy meddig tart ő neki megfordulni, ez szörnyű. És emiatt, hogy ilyen rettenetesen nagy ívbe fordul, ilyenkor mindig rácseszek egyébként vele. Az a durva, hogy a ugye Farming Simulator 22, megpróbálom itt átmenni. 38, 39. Ez olyan típusú fű, amelyik nincs vedve, azon ugye sokkal jobban megy a gép. Farming Simulator 22-ben voltam, az előbb nemrég vettem fel ugye a tegnapi tesztet. A kormánytesztet, ugye azt itt van a kormány még mindig itt az asztalomon. És az előbb hozzáértem és tekerte a kormányt. És az a durva, hogy itt se konfiguráltam semmit, és annyira plug and play, annyira jól működő. Nekem ugye volt másik kormányom, és rádugtam, és csomó mindent kell tárgyatni, hogy jól működjön, ez meg tök frankó, tök jól működik. És ugye ez már egy öröm. Szerintem az iforolt rossz helyen van. Ugye? Jól éreztük? Hát a gyomírtó is lehet, hogy nem lesz elég. Csak kiszokta. Ez nem gyenge, mi? Hűtrágya 11%. Ó, gyerekek, komolyan mondom, egyébként annyit lehet itt vinkódni ezzel. Ez a gyomírtás, ez a műtrágya, ez a legrosszabb az egészben. Na, akkor mit akartunk? Hát igen, vissza akartunk ugye jutni. Minél előbb. Hát igen, eladtam ezt a földet. Gyerekek, ha szükség van rá, megvesszük. Pénzt nem buksz rajt konkrétan, hogyha veszel vagy eladsz földet. Az lenne jó, hogy abba gondolkodok, hogy meg kéne vennem a második kombányt. És akkor megvan a két kombány, akkor már csak még egy vető kell, meg igazából egy nagy traktor szerintem. Tartály üres, abba hagyta a munkát. Ej, barátom, Sanyi. Hát ez a baj, gyerekek, látjátok? Ez a baj, hogy pont nem jó. Pont nem jól jön ki. De két géppel egyébként jól jön neki, szóval annyira nem lesz probléma, hogy várjatok, menjünk be egy izévér és egy IBC tartályért, mert ez így nagyon nyögve egy elős, hogy itt állatban furkorászok. Igen, még egy kellene, kettő ilyen, két GCB ugyanilyen felszereltsége, esetleg nagyobb kapacitású műtrágyázóval, és úgy egész jó lenne szerintem. Na várjátok, itt rakjuk rendet, mert itt mi van már. Ja, igazából most nem is szántam egy ilyen nagyon pörgős résznek, úgyis figyeljetek, és lehet, hogy ilyen nem, abszolút nem nagy képviség, hanem egy tény, hogy így is extrém sok pénzt keresünk egy részbe. Figyeljetek meg ennek a résznek a végén is. Tényleg ilyen itt már nem nagyon kell törnünk magunkat, hogy keressünk nagy lóvékat. Szóval nem lesz itten semmi gond. Várjátok, itt le kéne, azt akartam mondani, ugratni, mert ott a 4 méteres lejtőn ott nem kéne leugratni. Jó, ezt mindjárt megcsinálja, lehet, hogy... Ez mi ez? Babot? Ráadásul bab lesz, bazza gyerekek. Még abból is jön pénz, de Jézus Mária. És akkor ugye, hogyha meg lesz a 10, vagyis a 20 csirke, ahol akkor onnan már mindenképpen abba gondolkodik a keeper. Hogy minden vetésforgó búza, meg igazából innen akkor eltelepelünk, települünk, ugye? Települnek nevezik.
De csak sikerült kimondani a kifernek. Ez be is fog, bele is fog férni, mert 2200 literes, és 2000 liter van ez be. Úgy, ahogy jó gondoltuk. Egyébként itt is, ja, hát nem kell rampát csinálni, mert úgyis össze fogjuk dolgozni majd a területeket. Amint meg lesz a két csirkeolaj, szerintem egy olyan 2-3 rész, és akkor meg lesz a 10 csirkeolaj, gyerekek. Szóval nem kell olyan túl sokat várni. Figyeljetek, egyébként ezt az oldalát is ugye le kellene permetezni, azt akkor nem lenne ilyen probléma. Meg le kéne szórnom. Egyébként annyi, akkora ötlet, hogy 24 méter, 24 méter, és így hibátlanul tudja csinálni, ugye? Mindjárt azt megcsinálja a keeper, hogy akkor már nekiindítjuk itt ám a csávót. Aztán akkor majd a közepét lehúzza, ahogy akarja. Oké, menjen is. Oké, meg is történt az esemény. Ez soha nem fog kifogyni, ez a síró. Ide beoltunk 500 darab izét. 500 darab szalmát, az Istennek nem akar elfogyni. Ugye? Ez a durva. Még mindig van be 300 darab. Gyerekek! Jó, tudom, hogy pénz. De hát akkor is, már egy kicsit durva, már egy kicsit rövely. És egyébként, na várjatok, még valami ment. Ugye, az is így felmerült bennetek, vagyis volt egy komment, hogy több komment is volt, hogy ugye miért nem nagyobb föld, miért nem van itt nagyobb föld, meg igazából gondolom most így lehet, hogy az is felmerül bennetek, hogy miért adtam el azt. Ezt a földet, mert ugye az akkor vettük még, amikor úgy gondoltam, hogy itt marha tenyésztés lesz. És viszont nem is kell több föld a csirkéknek, mert igazából látod, hogy gyakorlatilag el tudja látni ez a föld, ugye a két vetés forgonként el tudja látni, ugye a... Mit akartam mondani? El tudja látni a 10 csirke volt, akkor minden vetés forgóba el fogja tudni látni. Egyébként, na látod, ezt mondtam, hogy ekkora fordulókat. Minden vetés forgóba el fogja látni a 20 csirke volt. Tök matek, ez így tök jól fog működni. Egy fölösleges több föld a csirkéknek. És itt más nem lesz, csak a csirkefarm, ugye. A következőbe mindenképpen neki akarok állni nagyobb földeknek a megmunkálásának. És egy kicsit túl gondoltam, de majd megfogjátok, lehet, hogy beszélek is róla, gyerekek. Mindjárt nyomok egy 3-as gombot, azt beszélünk róla. Arra gondoltam, hogy valahogy a 39-es meg a 40-es jó lenne összeszántani, vagy a 42, 46, vagy a 36-os mindenképpen. Úgyhogy ezekben a nagy földekben fog gondolkozni a keeper, és főleg ott ugye, mindjárt mutatom, csak ürítsünk, vagy valamit csináljunk, jó? Mert figyelj, ide kellene egy nagyon nagy traktor egyébként. Ez helyett a cross helyett. Ami tud húzkodni mindent így. Gyakor tojást el tud vinni dollival, ki tud menni akkor a kombájnhoz, ugye a nagy géppel, vagy egy nagy átrakókocsival. Egyébként a nagy átrakókocsival nagyon gondolkodok. Meg egyébként, csak ugye most megvennénk, tudom, és sokan gondoljátok, kurva jó lenne, vegyünk egy nagy traktor, de hát igazából még nem nagyon lenne értelme. Na figyeljetek, egy olyanba gondolkodik a keeper, hogy 36-os, 42-es, 40-es föld összeszándva, zsüty, így végig hosszába elkezdett csinálni, 2 millió év, amire végigérnek rajta kombájnak, meg mindent, meg akkor ugye még itt tovább is tudnád csinálni a dolgokat. Hát szerintem borzalmasan jó lenne itt is, ugye lesz régelni. Jó lesz az. Jó lesz az, gyerekek. Valami ilyesmibe gondolkodok, valami hatalmas nagy, horribilis nagy méretű földekbe. Nem tudom egyébként mi legyen a traktor, amelyik fogja húzni. Figyeljetek, meg kéne venni a legnagyobbat, mi? Gondoljátok, vegyük meg a legnagyobb traktor. Egyébként nem szeretem az a Challenger talán a legnagyobb, nem nagyon tetszik nekem az a traktor. Meg ugye ott vannak a igen, meg a másik Challenger, a gumihevet, de... Ez is mi volt, persze? Ja, ott a tábla. Mondom, mi? Azt hittem, a sín fogott meg minket. Ó, te, most kezdődik ám.
Kryptonit tábla? Ez a Cat Mario, gyerekek. Kryptonit tábla. Na, mehetünk vissza ezerrel. Egyébként kíváncsi vagyok, meddig marad, hány betűs korgói, vagy hány napig marad ugyanolyan a terület, mint a, ahogy eladtad. Már utána egy elkezdenek rajta termeszteni minden csuda dolgot, de egy jó darabig azért úgy szok maradni. Hát jó van, gyerekek, ez egy ilyen... Jól fogalmazta meg egy kommentelő, hogy nem kell magyarázkodnod, csináld úgy, ahogy szeretnéd, és igazából elvise, mármint hogy látjuk, ugye más is hibázik, akárki csinálja, otthon akár játszik, vagy sorozatot, mindenki hibázik, de próbálod így kompenzálni, és ezek mindegy ilyen, és nem azt mondom, hogy ilyen fordulatok benne, de így egy egész sztori, én úgy gondolom. Na nézzük, hogy mi történik, mi folyik egy gyöngyösen, srácok. Úgy látom, hogy végzett, akkor már nem is hordom tovább a szalmát, még marad a következő részre is, hanem beérítjük, de ugye beérítjük nyérre, maximumra, csak annyira, hogy még ott lehúzom azt a részt. Egyébként látjátok, hogy fölraktam padlóra, most ilyen nagyon padlóra fölraktam ilyen anozotrop szűréseket, mindent, amikor még very high-ra állítod, azokat ugye alapba se rakja fel. És kipróbáltam úgy, hogy mindent így föl, miért fut? De végeztél, testvérem, ugye? Végeztél, jó volt a csik, az ott maradt. Igen, egy nagyobb vizekkel, egy nagyobb műtrágyázó, mert egyébként nyomírtó tart, ha kettő gép lesz, akkor bőven ki fogja bírni. Itt mindjárt meghúzom egy kicsit, aztán már mehetünk be területünkre. Itt ezt lehúzza a keeper, nincsen semmi gond, gyerekek. Úgy, belefér. 24 méterbe bele muszáj nekem, mi? Egyébként jó sokat láthat a sofőr, nem? Nem csoda, hogy belement a izébe? Nem csoda, hogy belement az árakba? Oké, srácok. Csukjuk össze, és akkor ő rajta, mindig rajt lesz, ez érteni. Ide nem kell nagyobb traktor, mert tényleg sokan azt mondja, miért nem vettem meg a fentet, miért nem vettem meg nagy traktort, miért nem vettem nagy traktort. Igazából egész végig sajnos ez, hát nem sajnos, hát mindig, nem, hát lehet, hogy nem gondoltátok, hogy igazából ez a terv. Igazából kettő ilyen megoldaná itt ezt a problémát. Oké, időpörgetés látszok, és, de úgy fogunk időt pörgetni, hogy ilyen nagyon. Mármint, hogy nyíl beérésig. Bérköltségek 435, ó, te síjjaj. Jó, és ez maximum hozammal le fog jönni egyébként. Gabon elevátornál valamit nagyon vesznek, de mit? Napraforgót, oda 2300-ba veszik a napraforgót. Ó, hogy rohadjanak meg, hogy a babod vennék annyiba, nem? Ingatlan feltartási költségek, mínusz 526 ezer. Valamit akarok mutatni nektek, majd meg fogjátok látni. Reggelig mindenképp pörgetünk, addig valószínűleg nem fog beérni egyébként. Legalábbis ugye nyíjra nem. Na, várjatok. Amit akartam mutatni, hogy démoitól kaptam, nem tudom, nem mutattam az előző részben, még bezse volt. Csodálatos dolgot áttöltő kocsikat, ilyen extrém nagyokat, de olyat, hogy ilyen 200 tonnás. Oda nézzé. És itt gondolkoztam rajta, hogy ugye a 70 ezer literesnek kell 400 lóerő. Van itt ugye 124 ezer literes, akkor annak ugye hát egy ilyen 800 ló az nem. De akkor mi kell ennek? A 247 ezer literesnek. És nézd meg, és az átrakókocsi. Ez egy kicsit durva, de egyébként ebben nagyon gondolkozok, hogy ezt megveszem. Ugye egyáltalán nem kicsi áruk van, ha megnézed a gyári 70 ezer litereshez képest, jóval drágább ugye ez például. Úgyhogy nem rossz, nekem ez tetszik, viszont rá kellene nézni a térképre, hogy mennyire van beérve. Igen, még csak legkisebben, úgyhogy... Pörgessük az időt mondjuk délután 4-ig, és megnézzük, hogy akkor meddig lesz beérve. És ha minden jól megy, akkor 2 darab kombájna fogunk már menni, ám srácok.
Mondjuk egy délután, ja, egy délután négyig, megnézzük, hogy beérés mennyi növekedési stádium. Valamikor ilyen lassan vált át. Betakarításra készen mindig. Jó, hát akkor ez, de ott. De ugye még egy stádiumot kéne neki nyomulnia. Úgyhogy ez valószínű még egy reggel. És akkor arra gondoltam, hogy eladjuk a tojást szépen. És akkor utána veszünk még egy kombájnt. Ebbe gondolkozik a keeper. Várjátok, ha már egyszer, akkor úgy kellene pörgetni az időt. Szerintem még mindig nem a legjobban beérettem. Ez a legjobban beérett itt, látod? Ez még nem az. Azt kellene csinálnom, hogy meg kellene nézem a tojás, hol megy jól, és hogy jól megy el. 5500, úristen, gyerekek! Ha 5500-on megy a tojás, az nagyon... Mi van? 6200? Várjál, azt. 6200. Az reggelig kibírja, úgyhogy nem megy le. Ó, jó, oké. 6200. A szupermarketnél a tojás, gyerekek. A szupermarketnél 6200. Ajja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 j
kell adni, azt örültük neki, mint majom a farkának. Hát ez nagyon beteg lesz, úgyhogy reggel 7 van. Hát, basz, mondja, van 5600, örülök neki, azt 6200 volt a másik helyen, te... Mi a szar? Mi a szar? Figyeltek, ez lehet, ezt meg tudom úgy csinálni, hogy egy elindítom, és akkor lekapcsolok róla. Rakja, ez jó van, oké. Van régebbi farming szimulátorokban ez nem volt benne, ugye, hogy ott hagytad azt, akkor nem csinál, abba hagyta, hogy csinálta tovább. Na, nézzük meg, hogy mennyi lesz, mennyi tojásunk lesz. 30 raklap, mármint annál több nincsen, úgyhogy az abban, attól nem kell félni. Hú, gyerekek, viszont a ízét, kajájukat meg kéne nézni, nem, hogy mennyi. 2500, 17000, 18000. Látjátok, erről beszéltem, hogy kettő vetés, ugye szóját csináltunk, tehát most nincsen búza, mégis mondhatni elég lett. Várjátok, egy út nyomok. Mi folyik egy gyöngyösen? Ez konkrétan, Jézus, mi van itt? Jó, azokat a dobozokat szerintem ott hagyom a francba. Nem akarom húzni az időt. Gyerekek, bocs. Csak nehogy bebagoljon ez a hülye ideje autó, vagy az a pakolás modocska. Ez ugye szokott. Nem olyan sok tojás lett. Én valahogy mint a több. Valahogy többre számítottam, vagy nem tudom, olyan fura. Kevés a tele raklap. Mondjuk azt olyan túl sokat nem pörgettünk, ám kettő napot. Ennyit szoktunk mindig. Viszont a beérés az hogy van? Ha most meg már be is van érve. Jó, igazából akkor ilyen konkrétan két nap alatt beérik. Jó, hát figyelj, 60 000 egy tele raklap tojás. És majd hogy nem amit hozok, az mind tele van. Úgyhogy már 360 000-nél tartunk, gyerekek, azt úgy vágjátok, ugye? 360 000-nél. 450 liter hozzam, miért nemes? Igazából annyira hozzatnék mindent, nem? Hát már most miért? Mit szégyelősködök? Csak mondjuk akkor nehéz számolni vele, aztán azért egy kicsit furcsa. Egyébként nem szedik ki onnan bentről, lehet, hogy gondoljátok, hogy miért nem szeretem azt a betyár oda részé testvére. 9600 liter. Gyerekek! Gyerekek! Megy a tojás biznisz, mi? És meg ne halljam még egyszer, hogy csitesek a tyúkot, mert igazából ez ugye abszolút semmi izét nem csinál, nem nincsen megmurolva semmi, az, hogy ilyen alakú a tyúkol, aztán ennyi, mert ugye alapban van ilyen tyúkol, amelyik, nem is tudom, 400 férőhelyes.
Csak 40 valahány ezerre bekerül, szóval. Meg talán azt hiszem, még a hely igénye is kisebb. Úgyhogy ha valaki akar ilyen folyamatos pénzellátást farmingba, ilyen nagyon epiket, akkor szerintem tyúkoljon. Tyúkoljon ezerre. Nekem a 18 raklap, és ennek a 18 raklapból biztos, hogy 15, majdnem tele van. De 50 ezerre lehet számolni raklaponként. 50 ezerre szerintem lehet számolni átlagba raklaponként, ami fönn van. Úristen, hát az nem lesz egy kicsit sok. Gyerekek, az már ilyen millió környékén vagyunk, akkor hallod? Azt nem mondod? Hallod, akkor szerintem a legnagyobb bevétel, ami eddig történt, az meg fog történni most. Hallod, ilyen fél raklapot már se hozok róla. Gyerekek, figyeljetek, ha 50 ezerre számoljuk a raklaponként a pénzt, akkor mindjárt mondok egy adatot. Én ezt nem hiszem el, hogy akkor... Mi van? Akkor 1.200.000 körül kell, hogy kapjak. Nem hiszem el, hogy fogok 1.200.000 kapni egy fuvarért. De hogyha igen, akkor gyerekek, megfogtuk az Isten lábát, és akkor képzeljétek el, ugye ez egy vetésforgó volt, ugye? Körülbelül. Ugye most már beindultak teljesen a tyúkok, 400... Egyébként én elmondom nektek, hogy lehet, hogy az volt, hogy amikor még nem volt meg a 400 tyúk. Egyébként nem csökken az ár, nem, hogy megőrülök akkor. 6200. Lehet, hogyha nem volt meg az 500 tyúk, hanem csak 400, akkor a tojásokból vonta le azt, ami hiányzott, nem? Valahogy, lehet, hogy valami ilyesmi volt benne. Egyébként közúton megyek, ráérünk a... Jaj, de utálom ezt a cross, gyerekek, és olyan rettenetesen lassan fordul át, érted így. Ezért jó, amikor a kormányon játszasz, mert azt meg úgy tekered át, amilyen gyorsan te tudod, érted. Mármint így, ha gyorsan áttekered, akkor gyorsan. Meg ugye elengeded, akkor meg vissza a középre. Na jó, menjünk. Nagyon nem tévedünk el, ezen az úton kell végigmenni. Aztán valamit kell... Úr, de erről beszéltem, hogy most már nem kell kapkodni. Ez a durva, várjál, itt erre kell menni, erre, ugye? Ez a durva, hogy nem kell kapkodnunk. Hogy konkrétan... Ilyen kis lazán játszogatunk, és így is milliók jönnek be. Ez tök jó, ez nagyon jó. Egyébként ez mi? Mi az a hely? Mi az a hely itt mellett? És ez így nagyon... Ja, nagyon élem. Ez volt, amikor szenvedtünk, úgyhogy igen, megéltük azt is, amikor vödörre raktuk a krumplit, most azt éljük meg, hogy konkrétan ilyen kis lájtosan el vagyunk, és ilyen epic sok pénzt tudunk ugye gyűjteni. Egyébként szerintem a tojást nem, olyan, nem lehet olyan nagy súlya, mert ezt tök gyorsan húzza. Szépen íven, ahogy kell, gyerekek, ahogy kell. Úgyni. Mindjárt odaérünk ám. Na itt vannak azok a földek, pont itt vagyunk. Amikről beszéltem, hogy ezeket legszívesebben összeszántanám. Mindjárt, itt lesz a kettő hosszú. Mindjárt mutatom. Ugye itt, ami van mellettünk, 38-as. Ott arra megy, de a 42-es itt van. Azt ugye a mele, az ott ami van, folyamatosan megy, azzal összeszárva egy ilyen epic hosszú, nézd oda milyen hosszú. Így az egész lapod végigérő hatalmas földet lehetne kapni. És én nagyon gondolkozok benne, hogy ezeket fogom először megvenni, és nem a legnagyobbak. Mivel ezek szögletesek. És az tök jó, mert ugye a gépi munkás nagyon... Hát nézd már meg milyen hosszú, itt jövünk. Hát itt... Ide tényleg kellene egy nagy átrakókocsi, és viszont ez elég dombos. Ide tényleg a legnagyobb kombájnok kellenek, és ide lehet, hogy a legnagyobb lóerős kombájnok kellenek. Mert... Nézd meg mekkora dombok. Oda nézd milyen, ez nagyon meredek ez a domb. Vigyázz! Dír! Vége. Na, menjünk be hátra. Ezt kapaszkodjatok meg, gyerekek, szerintem.
Ja, és egyébként ugye azokat a kombányokat, amik ott vannak, meg azokat a gépeket, azokat nem fogom átcsoportosítani, hanem mindig azokat a gépeket használom, amelyik éppen... Úristen, gyerekek. Várjátok, beleakadtunk a kapuba. Hol van a Beata? Beata, Beata kapuba. Na, valahol úgy kéne lerakni, hogy azért nagyjából, nem? Hú, gyerekek, more. Na. És akkor nézzük, nem is tudom mennyi volt, 300 ezer körülünk? Jó, hát most ugye nem. Volt egy, na várjam, volt egy 300 ezeres bevételő. Gyerekek, kire akadjon a játék? Várjál, mentek egyet, mert ugyanígy ekkert ki azt. Megőrülök akkor, hallod? Úristen, egy 400 ezres. Szórja, mint a bolond a lisztet. Gyerekek! Ez jó, körülbelül jó szál volt, oda nézd. Úristen, hallod? Hallod? Miért nem dob valami achievementet ez? Világ... Tojás nagyhatalom! Ne, ez már nekem sok, hallod? Ez már nekem sok. Jó, itt meg egymásba burogatom már a tojásos ládákat, már azért sustorog. Nem, hiszen ennyi volt, van még? Valamelyikben nincs. Nincsen. Azt a betyár, várja, már számoljunk. Összesen, és jó számoltam, gyerekek. Ú, volt még, ja, az nem az enyém, ugye? De bassz meg, én azt hittem, hogy ez ilyen decoration. Ezt még ez is az enyém. Mi van, nem, ez tényleg decoration, nem lehet decoration. Na, figyelj, oda menjél már be. Milyen csak állítva. Miért nem akarja ezt átvetni? Mi van, besokoltunk, vagy mi? Gyerekek, mi van ma? Mi történik, vagy mi folyik egy gyöngyösör? Hallod ezt, miért nem akarja átvetni? Ez tényleg dekoráció, csak baza. Nincs rajta idő. Hallod, van ilyen dekoráció, képer meg a... Hát jó! El akart adni azt is. És ki bazen jó számoltam, 1.250.000 körülbelül, valami ilyesmi. Árba sikerült eladni. Hát most őszintén, hallott? Van 1,6 millió, és még rajd van a gabona. Még rajd van a szója. A szójából szerintem még egy 150.000 minimum. Hát ezt le se aratom, beszántom, komolyan mondom. Á, gyerekek, ez nagyon epik. Hallod? Ezért mondtam, hogy akarok még 10 darab csirkeolat, mert egyszerűen olyan jólétet meg tudom már ugye azzal teremteni, amivel utána tényleg így tök jó megalapozod azt a gazdaságodat. 25 volt, ugye? Jó van, gyerekek. Hát akkor vásároljunk. Úristen! Úristen! És akkor már ezt mondtam, hogy jó lenne egy, figyeljetek, akkor mégiscsak az lesz, hogy a cross-t eladjuk, és várjátok, nézzük már meg a traktorokat. Nem hiszed el, a nagy traktorok. Mi a legnagyobb? Mi van a legnagyobb? Kész. 520, de ebbe bele lehet rakni a... Na nézzük, mi a legnagyobb. Őbe bele lehet 692 ló. Ja, ez kerék. 646. 692 volt eddig a legjobb, ugye? 646. Ez gyerekek, kész. Megvan. Megvan, kész a kész IA. 646. Minden 646 ő. 550. Hát gyerekek. Ha muszáj, hallod? Muszáj, nem? Hát nem tudod. Mennyivel megy ő? Ő azt viszont 40-re tud csak csettegni végig. Van olyan, amelyik esetleg gyorsabb? Hát ezek a nagy traktorok nem nagyon akarnak gyorsak menni, ezek mind 40-nel mennek, az a baj. 40, 60 fent. Fent van jó 1000, de ugye pont erről beszéltünk,
Vagyis nem, beszéltek a komment szekcióban, hogy mindenki ezzel veret, és ez csak 517. Gyerekek, ne szórakozzál már, meg kell venni a legnagyobb traktort, én úgy érzem. Úristen, mennyibe kerül? 521 ezer! Jézus Úristen! Hát baze! Hát akkor is! És ezzel mindent is elhúzol, nem? És akkor kellene venni hozzá a gyerekek egy dollit. Én azt mondom. Hú, te hallod? Te hülye vagy keeper. Gyerek szerkezetek. Esküszöm, meg nem gyenge. Kerékbeállítás, széles gumik. Jó. Jó, és akkor igazából, figyeljetek, akkor az meg megy a levesbe. Úgyhogy ez tényleg úgy lesz. De azért mondjuk innen legalább járjunk ki, nem? Annyi baj lesz ugye a dollival, hogy egy kicsit nehezebb lesz közlekedni vele. Mármint főleg ilyen tolatásokat azért mindjárt kettő helyen fogunk csuklani. Egyszer össze, egyszer meg nagyon mi. Hát igazából innen kitolatni majd az egy élmény lesz a dollival. De viszont valószínű, hogy nyílen fog mindent is húzni. Az a baj, hogy csak 40-re. Most nagyon nagy alok, hogy... Ja. Mondjuk ezt a traktort, ezt lehet, hogy át fogom csoportosítani. Ja, de viszont tudjátok, mire lesz jó ez. Már tudom is, hogy mire lesz jó. Meg kell venni neki a legnagyobb bizét, átrakókocsit. Aztán mindjárt akkor... valószínű, hogy ezt el fogja rángatni, hát nagyon remélem. Jó, ez egyenlő. Várjátok, ezt itt hagyjam. Nem mondjam, itt visszaviszem, jó, bocsánat. Mert akkor meg izéljön, meg twinkódni kell vele, hogy... Na menjünk már, vagy valami. Mert akkor meg itt twinkódni kell vele, hogy olyan... körülményes lesz visszaérni. De viszont elmegyünk telekeknek, azt hiszem nagyjából fejből tudom az utat. Ugye itt ki kell menni erre a földre, át kell menni valami... Próbáljuk meg, gyerekek. Át kell menni a vasúton. És akkor itt már ki is tudsz menni. Sőt, itt baloldal, te tudsz menni a földes úton már. Nem kell a vasút. Vagy a vasúton át kell menni, csak nem nagyon kell. Rajt. Ez a legjobb. Benedüncsen, föröntött gépőr, megőrülök. És akkor erre a földes útra rá kéne kanyarodni, csak ez a borzalmas nagy csekmet, ami van. Itt van ám egy földes út, csak nehéz hozzáférni. Egy-egy. Na, meg is vagyunk. Innen már tök jó az út. De előbb-utóbb egyébként én fogok ide csinálni egy utat. Akármennyi pénzbe is kerül, megveszem az összes földet útközben, hogyha azon múlik. Egyébként borzalmas, hogy itt telekeknek, meg mindenen keresztül, meg minden fele kell menned ahhoz, hogy... Itt, na, figyeljetek, lassan! Én erről beszéltem, hogy nagyon nem kell azzal vinkódni, hogy a csirketelep majd nagyon soká fog elkészülni a 20 darab csirkeollal, mert ilyen bevételekkel tudjuk rendesen tolni a dolgot. Jó, gyerekek, akkor ezek lesznek itt a gépek. Ugye itt lesz akkor ez egy quad track, azzal azért eléggé... Baze, úristen, a legnagyobb motorral. Júj. Hát nem gondoltam volna mondjuk egy 10 résszel ezelőtt, hogy itt fogom szórni a pénzt. De mondjuk sokan megírják, hogy biztos, hogy jaj, hát miért szórod így a pénzt? Én már tudom, már előre látom. Meg ugye akkor kell ide egy GCB, egy olyan, meg egy combine, meg egy vető, és akkor kész. Ugye a combine-t azt valószínűleg megveszem, hogy akkor már kapásból gyorsan tudjam ezt csinálni. Ja, itt megint ugye berakom majd a ládákat majd én. Szóval nem lesz vele gond. Jó, ezt ide itt le is rakjuk. Sőt, akkor ezt a gépet szerintem ezt én eladom. Úgyhogy ezt visszaugrottam, jó srácok? Egyébként tök jó az ilyen kis megnyugodtunk, úgy érzem, nem? Megnyugodtunk, én úgy gondolom. Jó, ezt eladjuk, azért ott a quad track. Mi az, ami nekünk esetleg, útközben, Jézus Úristen, te hülye állat. Hát bazze, ez neked kellett? A megalománia?
mindenféle trükközés nélkül itt tartunk. Jó, tudom, a 70. rész, vagy 80 órát beleöltünk már. De ez tök jó, én tök élem. Tök jó, mert látni a haladást, érted? 30 ezer. De eladjuk. Figyeljetek, vegyünk egy átra. Legyünk nagyon megalománok. Nézzük meg, amit Damon Hill küldött nekem átrakó kocsit. Nem merem megvenni a 200 tonnásat, hallott? De viszont ezt, 124 ezer literes, hát ez csak elhúzza, bazzeg. Nem? Ez csak elhúzza. Ez mi az a balhics? Ja, hogy milyen izé, milyen csatolója legyen. De bólos, az jó. Ugye? Ez jó. 450 euró per nap, gyerekek, a izé fenntartása. Azért ez nem kis pálya, de belegondolsz, van egy izéd, van egy akkora átrakó kocsit, amekkora konkrétan egy siló. Azért hülye ne... Jaj, Jézus Isten. És ez jó, mert ez izés. Ez sima. Ennek nem kell a dolly. Tehát akkor nem fölöslegesen a dollyt nem kell húzingálni alá. Na gyerekek. Azért ez cuki, nem? Úristen. És ez ilyen fölnyillós. Bakker. Hallott, hallott. És hogy kell kinyitni a izét? Cső, jó, ugyanúgy. Hallod, ez egy kicsit epic. Hát ez egy kicsit brutál. Aha, és ez egy forgózsába és rendszerű, ugye? Jól látom. Nem. Azért nem. Jó, és ez meg is... Jaj, de ezt nem szereti. Most kezdődik a baj. Ugye ez egy ilyen... Ez egy ilyen összkerék kormányzásos cuccos. Ó, ne! Ezt egyébként a ízléseket nagyon jól meg tudja szivatni. A törzscsukló... Ó, de jó lesz. De hát későn kapcsoltam, hogy ez... Összkerék kormányzások. Jaj, ne csináld! Itt talán kifordul erre, aha. Hát ezzel vigyázni kell. Ez nagyon tudja szivatni az ember. Nagyon kicsi helyen meg tudsz vele fordulni, ugye annyi előnye van. Mindjárt le is teszteljük ám ilyen most tovább körülmények között. Nem biztos, hogy egyébként ez el fog boldogulni vele a földön. Már most látom, hogy bajok lesznek itt gyerekek. Lehet, hogy a földön nem fog elboldogulni vele. De ne legyen igazam, de mindjárt rámzok, halljátok. Üresen! Hát üresen az eléggé csúf. Gyerekek, eléggé csúf üregen. Üresen. Mi lesz, hogyha benne lesz üzé? 100 tonna. Jó, mondjuk 28-29, az nem olyan rossz. Érdekes, hogy van 12% slipünk a... Üzének ellenére, ugye a gumiheveden ellenére. Érdekes, gyerekek, érdekes. Meddig megy ki a csöve? Aha, csak így. De viszont ez tök jó lenne, ugye tudnám vele tölteni be a csirkéknek a kaját. Egyből. Konkrétan olyan lenne, mint egy mozgósiló nekem ez. Nem kellene az, hogy folyamatosan mordom az ifával, hanem az, konkrétan az egész tábla az ebbe beleférne. Jó, ez így jó. És akkor ugye a dolly az meg ahhoz kell, hogyha el akarom vinni, a nyergest. Kell a dolly. Kellene két dolly, és akkor nem kellene mindig kiállnom alóla. Mondjuk az nem lenne rossz. Ma figyeljetek meg, akkor TLT tengely, az a kardán tengely. Oké. Jó, szerintem nem lesz egyébként annyira rossz. Kicsit figyelni kell arra, hogy ugye összkerék kormányzott, aztán ilyen kicsi helyen megfordulsz vele, de viszont, hogyha odaállsz a falhoz, akkor be tudod rendesen szorítani. Jó. Vásárlás. Isten, gyerekek, nagyon durva. Még egy kombájn ide kellene nekem. Mit vegyünk, Jolly-t?
17.100 literes. Sem nem rossz egyébként. Azt, na erre beszéltem, hogy vannak ugye nagyobb teljesítményi kombájnok. Például ő a 700 lóerő, ő meg csak 538. Meg van a KCH. Nem tudom, hogy melyiket vegyem. Mellett, hogy egy John Deere-t veszünk. Ugye az is ugyanolyan vágó szélességgel rendelkezik. Legyen egy Johnny, jó? Gyerekek. Ikerkerekek? Nem kell szerintem nekem ikerkerék. Szerintem a széles gubival bőven el leszünk, nem? Gyerekek. Fölösleges az ikerkerék. Nem szeretem az ikerkereket, mert hát mondjuk aztán franc tudja. Rakjunk ikerkereket, plusz 10 000. Na figyeljetek, fussa rá! A hülye. Jó, megveszünk 400 000-re. Gyerekek, hallod? Nagyon durva, nagyon élem. És akkor kellene rá egy vágóasztal. Az a baj, hogy az vágóasztal, ezt majd ki kell imádkoznunk. Nagyon jó. 13,7 méteres, ugye? Tökéletes. És ez a kettő kombájn, ez konkrétan szélesebbet húz, mint hogy 3 darab kicsi kombájnunk lenne. Igen, ezt viszont... Ezt lehet, hogy ki fogom rakni, nem? Mert igazából mindenhol el fogok vele férni, csak itt nem fogok tudni kimenni ezen az útvonalon, ugye? Mert az ugye elég csúfos lenne. És előtt ez biztos, hogy nem fogok tudni itt kimenni. Csak nem ilyen nagyon óvatosan így kiátszogatod, érted? De hát az a maximum megőrülni tudsz. Ugye ki tud, lehet, hogy ki tudnád játszani. Ha 300-szor tolatsz oda-vissza. Ugye befordítod ide. Nem tudom, targoncáztatok már? A hosszabb anyagot hogy kell bevinni? Egy olyan helyre, ahol elvileg nem férné be? Ugye be kéne akasztani a oda, csak ez mondjuk ez nagyon hosszú. Itt az oszlopon túl kéne ugye beakasztani. Csak hát ez ugye nem tudod már jobbra vinni. Úgyhogy ez pont nem gyerekek. Ja, bocsánatot kérek, lehet, hogy remélem nem oroltok meg, érte. Amúgy is hosszú a videó, nem akarok sokat tökölni azzal, hogy ezt innen kimárkozom. Használd az erőd! Mert máshol szerintem ezt... Ez jó volt. Máshol szerintem ezt nem kell alkalmaznunk. De itt igen! Okay. Milyen pici kormány van ebben, ez egy nagy dögben, mi? Nézzük. Ugye, most... Emiatt, hogy innen kihoztam, gondolom azért nem olyan nagy probléma, hogy nem vettem meg ezért az egy kapuért. Egy darab, tudjátok, hogy mit. Tudjátok, mire gondolok. Egy darab ilyen eszközfordozó kocsit. Vágóasztal kocsit. Na ugye ő neki nincsen ilyen kereke, amit ugye le tud engedni. Gyerekek, ez milyen? Hogy mennyit megy ez, úristen? Milyen dinamikusan gyorsul? Lol. De egyébként lehet, hogy itt még lesznek problémák. Ó, hát itt nem fog. Várjál már. Itt egy tábla, de jó. Ez nem egyszerű az élet, gyerekek, komolyan mondom. Egyszer jussak ki a földre, ez ott fog megrohadni, így értek el. Ez onnan nem fog kiszabadulni soha. Gyerekek. Jó. Hát igen, ez így jó. Hát ez marha jó, tényleg. Nagyon szépen megoldottad. Ügyes voltál, képer barát. Na srácok, és akkor igazából 2 darab ilyen vadállatunk van. Amivel eléggé szépen fog menni az aratás, úgy érzi a képer. Mit gondoltok róla? Hát én szerintem igen. És akkor még egy vető kell, azt is simán meg is tudjuk venni. Basz, meg is tudjuk venni még a vetőt is. Meg tudjuk vetni a vetőt, és szerintem, hogyha ha learattuk ezt, akkor meg tudjuk venni a Johnny-t is. Olyan Johnny-t, a GCB-t, és akkor konkrétan szépen sorba rakjuk őket, és le se kell raknia, ugye a két GCB-nek le se kell raknia a két eszközt, már egy széle, vagy olyan, meg is nézem, hogy nincsen, bocs, vagy ezt még itt húzom az időt nektek,
Hogy egy olyan műtrágya technológia nincs, ami 20, baza, 24 méteres, beszarsz. Te hülye vagy. Itt a 24 méteresed, és meg van oldva. Itt a 24 méteresünk, gyerekek. 20 ezerbe kerül, kettő darabot keverni, kész. Meg van oldva, itt van. És akkor megoldod, két... Mert ugye, ami nekünk van, az ő, és a kapacitás az max 950, viszont ő neki meg ugye 3200, és akkor kettő GCB újratöltés nélkül le tudja durrantani a két területet, úgyhogy egyszerre műtrágyáz, meg egyszerre permetez, ami szuper. És igen, kettő darab kombájnunk megvan, két nagy kombájnunk. Ő rajtuk ugye a 2 kW-en nem lesz más, mint a kettő darab vető, le se kell vennie, ugye? A egyedül, amelyik cserélgetni fogja az eszközeit, az nem lesz más, mint a KCH. Ami ugye vagy átrakókocsival dolgozik, vagy pedig ő vele, őt meghagyom egyelőre, bár igazából nagy értelme nincs meghagyni, ugye? Jól érzem, hogy ennek nem sok értelme van meghagyni, ugye, srácok? Őt akkor lehet, hogy passzoljuk. Őt fogja húzingálni, meg az átrakókocsit. Három eszközt fog húzingálni, és akkor konkrétan az IFA, kis IFA megszűnik, nem lesz rá szükség a kis IFA-ra, meg a nagy IFA-ra sem lesz szükség. Mert ugye, hogyha akkora eszközeid vannak, amik ugye nem kell után tölteni, hanem amikor kimész, akkor töltöd utána, akkor nem kell, nem, biztos, hogy a földön nem kell után töltened. Tehát akkor a kis IFA is megszűnik. És akkor konkrétan meg kell vennünk még egy vetőt, egy GCB-t az eszközökkel, és megvagyunk ezzel a területtel. Utána az lesz, hogy megveszünk még 10 darab csirkeollat, és ennél elköltözünk, srácok. Akkor konkrétan onnan kezdődik a Season 2, Season 1 az... Ja, természetesen ezt meg fogom csinálni, úgyhogy meg lesznek az ólak, és akkor legömbölyítebb szépen, tökéletes lesz ez a szép, autentikus formavilág, esetleg egy-két fa, meg minden, hogy jól nézzen ki. És akkor költözünk tovább. A Season 1-ben annyi történt, hogy konkrétan megalapítottuk a hatalmas nagy tyúkfarmot, megvettük a legszuperebb gépeket, amik ide illenek, mert igazából ennél nagyobbok nem is kellenek, ugye itt vannak a kirovecek, amik elviszik a vetőt élen, a legszélesebb vágóasztalú kombájnok, a legerősebb traktor, ami tudja húzni a hamstert, ha úgy van, értitek. De egyébként a hamster, a hamster lehet, hogy el fog innen menni, mert igazából akkor nem érdemes itt rendezett szárszórást alkalmaznom, hogyha nem szerem össze a szalmát. Mert igazából nagy értelme nincs összeszedni a szalmát nekem itt. Mert oké, hogy valamennyire el tudom adni pár tízezerért, de ugye a másik földeken sokkal több szalma fog lejönni, mert ott is ugye valószínű, hogy fogunk olyan csinálni, hogy búzázunk. És akkor nem érdemes itt eladnom, inkább akkor gyorsan forogjon a dolog. Meg innen ilyen messzire meg nem akarom elvinni a szalmát mondjuk a marhákhoz. Úgyhogy ez valószínű, hogy így lesz, srácok. Úgyhogy ez konkrétan szerintem két-három részen belül itt végeztünk. Mert igazából a csirkeólagot megveszünk, meg leegyengeti a terepet. Figyeljetek, itt ez, ami itt előttünk van, meg amit mögöttünk, ez egy komplett komplexum, azt akartam mondani. Ja, meg ott azt is a legvégében, akkor valószínűleg azt is eladjuk azt a földet, meg eltüntetem ott a betont, meg áthúzzuk ide ezt a lakókocsit, bár a lakókocsit már nem is ide fogom húzni, hanem valahova máshova. Mert ugye mindig oda megyünk, visszük a lakókocsit, ahova költözünk. Ahol a következő szezon éppen kezdődik, vagy éppen ahol tényleg munkálkodunk. Szuper, gyerekek, innen folytatjuk tovább. Nagyon szépen köszönöm a figyelmet. Nagyon jó haladunk egyébként, tényleg nagyon jó haladunk. És ennél csak jobban fogunk haladni. Erről beszéltem egyébként pár résszel ezelőtt, amikor még nyüglődtük nagyon, hogy mire költsünk, hogy néha pár részen, 5-10 részen belül el fogunk oda érkezni, hogy konkrétan bármit megvehetünk, és lassan most már ennél csak még durvábban fog ez jelentkezni, és még többet fogunk tudni venni. Na, köszönöm szépen a figyelmet, jók legyetek, sziasztok!